Dánielfi Gergely magyar énekes előadó, a dal 2018 felfedezettje. De a 2016-os X-Faktorban is meglátta az András keresztet. Gitározik, zongorázik, sőt még a kosárlabdát is ritmusra pattogtatja. És ha azt mondod, emeljük fel szívünket, ő azt kérdezi, hány fél hanggal? A színpadon Dánielfi Gergely. Egy őszöreg úr az ajtóm előtt áll, kérdem tőle, bocsánat, de ön mire vár? Gyerekkorom óta itt van már, és nem megy el, megszólítom hát, csak az ebéd ne hűljön el. Ígérem neki azt, hogy én jó fiú leszek, aztán mégse tartom be neki az ígéretet. A mama ült a szobában, és barátokat nézett, közben mellé ült a férfi, ki az előbb belépett. Nagyon hideg volt kint, adtunk neki teát, hogy felmelegítsük addig, amíg elmondja a baját. Sírva hallgattam, amíg a mamával beszélgetek, nem szólhattam bele, mert ők már nem gyerekek, pedig nagyon beleszóltam volna. Mielőtt elmentek, elfelejtettem egy dolgot, nagyon szeretlek. Furcsa érzés, hogy a telefonom névjegyzékében mindig ott van ő is. Megnyomnám a zöld gombot, hogy halljam még a hangját, de az őszöreg úr elvitte őt és a kalapját. Pedig semmi baja nem volt annak a kalapnak, csupán annyi, hogy a szélébe egy kicsit belemartak. Féláron vette a zsivi közepébe, hogy legyen egy kis pénz az unokáknak hétvégére. Inkább vetted volna el az én szakadt cipőm, megjavítatnám én, de soha nincs rá időm. Nem mama tehet róla, én rúgtam szét a cipőm, mikor meghallottam édesanyám, mit kiállt a ház előtt. Nem felejtem el, az öreg úr mit kért, mikor azt mondta a mamának, hogy készfogásra beérem. Hát, szerencsés, csak én vagyok. Hú, hát nehéz megszólalni ezután a dal után. És azt hiszem nem csak nekünk, hanem talán neked is. Tehát egy nagyon-nagyon szívbe markoló dal. Milyen érzés 5000 fiatal előtt elénekelni? Hát, először is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hálás vagyok nektek, hálás vagyok a szervezőknek.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettek, ez egy hatalmas nagy boldogság pláne ezzel a dallal. Ami lényegében pont erről szólt, hogy az én mamám nagyon sok mindent nekem megtanított, a színház szeretetét, miatta mentem arra az egyetemre, ahol most vagyok, a zene szeretetét, Jézusnak, Istennek a szeretetét, a Bibliát, és fú, hát ez nekem egy nagy szívfájdalmam, és most egy kicsit furcsa is erről beszélni, de amikor én bekerültem néhány ilyen műsorba, vagy adásba, vagy színházi darabba, ő azt sajnos már nem láthatta. De biztos vagyok benne, hogy odafentről nézi, csak hát ez egy olyan dolog, amiről nehezen tudok beszélni, és ezért örülök, hogy ezt most hallhattátok, és megmutathattam. Könnyebb egyébként erről énekelni, mint beszélni? Régebben nem annyira tudtam erről beszélni, most meg könnyebb. De énekben azért jóval magabiztosabb vagyok. És egy ilyen témáról csak a szeretet és a... Érdekes, én nagyon sokáig úgy hittem az Istenben, és úgy jártam templomba, hogy félek attól, hogy mi lesz majd, hogy esetleg pokolra jutok, és ezért hinnem kell. És amikor mama elment, akkor utána találtam meg azt a szépségét ennek az egésznek, hogy mama nem ment el, mama itt van. Minden szerettünk itt van, velünk vannak. És ezt a szeretet szót, ezt azután már átértékeltem magamban. Nem az a célom, hogy itt most 5000 ember előtt megsirassalak, de van egy szövegrész, ami nagyon, amikor először hallgattam ezt a dalt, akkor nagyon megérintett. Tudom, ha most hallasz, akkor büszke vagy rám nagyon, mert úgy szerettél volna látni engem fenn a színpadon. Ez azt feltételezi, hogy ő most lát téged. Igen. Biztos vagyok benne, hogy lát, és nagyon sokan vannak ott fent, akik figyelnek ránk és velünk vannak. Hogyha ezt nem így fogjuk fel, akkor tulajdonképpen nincs értelme szerintem az életünknek. Én nem szeretnék egyfajta példakép lenni, és nem is lehetek, mert mindenkinek önmaga a példaképe, és beszéltek bármiről, de a legfontosabb az, hogy itt mi szólal meg nekünk. És azt csak saját magunk döntjük el. És hogyha már, és hogyha már mondtad, hogy fontos, hogy itt mi szólal meg belül, hogy tudsz, ugyebár a hírnév mellett, ugye a dal döntőjéből ismernek sokan, vagy lehet már elhangzott, hogy tudsz emellett hiteles, keresztény, fiatal maradni? Tehát kell feladni egy részedet ahhoz, hogy most itt lehess? Attól függ, hogy mi a hiteles kereszténynek a... Hát leginkább nem az, hogy hiteles keresztény, inkább az érdekel, hogy önmagad, aminek gondolom része az, hogy Isten hívő vagy. Tehát a hitelesség alatt ezt értem, hogy tudod-e tényleg minden helyzetben legyen az egy előadás, egy tehetségkutató, önmagadat adni és felvállalni azt, aki vagy? Bármikor, bárhol, és ugye a cikketekben ugyanez jelent meg, ez volt a cím, hogy nem félek kimondani. Ebbe a fajta szakmába, főleg a koncertezés terén, de ugyanakkor a színházban is, sajnos jóval többen vannak az ateisták, és én ezt egy küldetésnek érzem, hogy ezt felvállaljam. Én nem vagyok egy olyan ember, nem árulok zsákba macskát, szoktam olyan dolgokat csinálni, amiket nem kéne, de azt gondolom, hogy nem attól függ az én hitem az Istenben, hogy egyes koncertek utáni bulikba esetleg én hogy nyilvánulok meg, mert ott másfajta tényezők is befolyásolják a zenekar életét és ezt az egész fesztiválos szezon. Mindig is hinni fogok, és ezt soha nem fogom véka alá rejteni. De még az engem érdekelt ezzel kapcsolatban, hogy ért már valaha egy nem diszkrimináció, de valami negatív megítélés, hogy így te megvallottad, mondtad is, hogy egy olyan világban, ahol alapvetően az ateizmus dominál, az, hogy te már pedig Istenben hiszel? Én nem szoktam belemenni ilyesfajta vitákba. Nem az én dolgom és reszortom megítélni valakit. Az a legfontosabb, hogy mi mit gondolunk. Az, hogy más mit hisz, más mit gondol. Persze beszéltek neki az én történeteimről és gondolataimról, amik szerintem nem történnek véletlenül, de nem fogom őt tudni megváltoztatni. És mit mondtam, ez nem az én dolgom, hogy megváltoztassam. Esetleg közösen alkossunk valamit. Itt a barátság szó, azt pont beszéltük, hogy a barátság szóban iszonyat sok minden van. Van a hit, a szeretet és a bizalom. Ugye, amikor Jézus megkérdezte Pétert, hogy
Péter, szeretsz te engem? A görög nyelvben négyféle, négy fajta szó van a szeretetre. Van a szexusz, az érosz, van a baráti, ami a félia, és van az isteni szeretet, ami az agapé. És Jézus kétszer kérdezte meg agapéval Pétert, hogy Péter, szeretsz te engem? Péter pedig azt válaszolta, hogy kedvellek. És ez a félia. Uh-huh. És amikor harmadjára megkérdezte Jézus, hogy Péter, kedvelsz te engem, ugye már nem agapéva, akkor megértette Péter, hogy tulajdonképpen a szívében nem tudta kimondani az isteni szeretetet soha. Vagy már említette Kati is, hogy volt egy tehetségkutató, amiben feltűntél. Mennyire kellett arra figyelned, vigyáznod, hogy az a hírnév, amely téged eltalált, az ne vigyen el téged egy rossz irányba, hogy megmaradj ugyanannak a Dániel Figergőnek, aki mondjuk 2 éve voltál? Hát, mivel magaddal is egy olyan szintű történet volt az életemben, ami megtörtént, ezért nem volt annyira nehéz, és azt gondolom, hogy ez személyiségfüggő, hogyha tényleg van valakiben, bárkiben egy olyasfajta hit, amit soha nem fog elengedni, akkor szerintem ez a személyiségünket is befolyásolja, és mi sem fogunk elszállni, meg mire szállja kell, hát és nem csináltam semmit, én csak teszem az életemet. Azt mondtad, hogy a te történetedről van ez a dal. Mennyire könnyű neked ennyire mély üzeneteket megfogalmazni az életedben, amelyek tényleg, ugye az előző dalt is úgy hallhattuk, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy tabuk nélkül beszélsz a legnagyobb fájdalmaidról, vagy mondjuk egy szerelmi csalódásról. Igen, ez engem is érdekel, hogy mennyire érzed azt, hogy ezáltal valamilyen szinten levetkőzöd azt, aki vagy, és megmutatod mindenkinek, hogy srácok, ez Dániel Figergő. Szerintem csak így érdemes csinálni bármit az életünkben, hogyha őszinték vagyunk. Félni? Nem. Egyáltalán nem félek. Szerintem ez egy út, amit én mutatok, vagy amin vagyok, és esetleg, hogyha ezután valaki ezt megkedvelné, annak nagyon örülök, mert ő is tanul belőle, és én pedig reményeim szerint nem fogok hazudni, és csak azt mondom el, amit az előbb mondtunk, ami itt van, az a legfontosabb. Kaposvárra tanulsz, és könnyen lehet, hogy előbb-utóbb színész lesz belőled, és ez abban a szempontból is nagyon izgalmas, hogy egy olyan ember, akinek az a szakmája, hogy állarcokat pakol magára, hogyan tud megmaradni ugyanannak az egyszerű embernek. Hát igen, ez egy nehéz kérdés. A színész az színeket idéz, és nekem az a gondolatom, hogy igazából én, mint Dániel Figergely, bármilyen fajta szerepnek belebújok a bőrébe, az majdhogy nem ugyanúgy Dániel Figergely fog maradni, csak megpróbálom megkeresni a saját igazságomat az adott szereplőnek a körében, de ettől is szép ez az egész színházi szakma, hogy magunkból próbálunk felhozni olyan sérelmeket, vagy esetleg valami boldogságot, vagy a villamoson bárhol megfigyeljük az adott illetőket, embereket, és ez egy nagyon különleges dolog, egy nagyon különleges érzés, ami ilyenkor bennem van. Úgy fogalmaztál, hogy minta nem vagy, de példakép lehetsz abból a szempontból, hogy inspirálhatsz más közéleti embereket, hogy bátrabban beszélnek egy tükről. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez egy nagyon tabu téma. Inspirálni egyértelműen. Hogyha nagyon hálás a szívem, és kicsit be is könnyeztem itt az elején, amikor néztelek titeket, hogy valami csodálatos ez a rendezvény. És, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Én bárki, aki engem megkeres, inspirálni fogom, és egy olyan útra olyan útot mutatok, amit én járok, és esetleg az adott illető is elmondja a saját útját, és akkor lesz egy közös utunk. Hálásan köszönjük ezt a beszélgetést, a színpad a tiéd. Köszönöm szépen. Rám néztél és megszülettem, azóta álmodok. Minden este képzeletben most is melletted vagyok. De te nem mondtad a végén, majd a tévén nézhetem, mi van veled. S majd a hírekből s a tényekből tudom meg, hogy most milyen jó neked. Emlékszem, azt mondtad, az élet megy tovább,
ameddig kék az ég és zöldek még a fák, amíg az Úr a jár a hét határban, mindig várnak új és új csodát. S majd a Temze parton bérelünk szobát, és átbeszéljük ott az egész éjszakát, és az erkéről a csillagok majd úgy figyelnek rám, mint én te rád. Egyszer egy hűs őszi estén a kertben vártalak, elbújtam és nem kerestél a kedvenc fánk alatt. És csak vártam, és csak vártam, és csak vártam, és te soha nem jöttél. És hogyha éjjelente fáztam, másba kart be, hogyha nagyon fújt a szél. És te azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldek még a fák, amíg az óra jár a hét határban, mindig várnak új és új csodát. Aztán azt mondtad, hogy találok majd mást, akivel sokkal jobban megértjük egymást, sokkal jobbat, szebbet, rendesebbet áll, ne tőled várjak folytatást. Tovább.